Talán nem mondok újat azzal a ténnyel, hogy energiarablás van a Földön. Nyilván ezt nem csak én tapasztalom, hanem nagyon sokan. Sajnos nem mindenki azért jön ide, hogy adjon, áramoltasson. Vannak, akik elvenni szeretnek. Szerintem a fizikai világ, mint olyan, nagyon sok terhet ró ránk, és rettenetesen fárasztó. Ezt lehet, hogy még fiatalabb korban nem annyira érzi az ember, de szerintem, ahogy haladunk előre az időben, annál inkább. Én úgy gondolom, hogy maga a Föld is nagyon sok energiát kér tőlünk, hiszen valahogyan fent kell tartani ezt az élőhelyet, ezt a milliót, és át kell örökíteni. Az emberek is nagyon sokat tehetnek azért, hogy megmaradjon ez az élőhely, de ugye az sem mindegy, hogy hogyan marad meg, és hogy hogyan örökítjük át. Természetesen az lenne a legfontosabb, hogy pozitív energiát adjunk át magunkból, és hogy ne vegyünk el. Mert ha elveszünk, akkor még nehezebb lesz az az élet, ami már így sem könnyű. Mert hogy nem könnyű. Én ezt most kezdem el igazán érezni, noha 10-15 éve elég keményen menetelek, élek és dolgozom, de az is lehet, hogy az összes korábbi testetöltést is idevehetjük, és ugye nagyon sokan vannak, akik úgymond öreg lelkek. Ez azt jelenti egyrészt, hogy nagyon régóta vannak itt a Földön, és nagyon sokszor öltöttek már testet, születtek újra, másrészt pedig nagyon tapasztaltak, és nagyon gyakorlatias életet éltek. Ez azt jelenti, hogy vannak olyan emberek, akiknek nagyon tömény az életük, hát az enyém is ilyen. A mostani leszületésem is, ez az elmúlt majdnem 40 évem, nagyon tömény volt, és sokszor azt érzem, hogy annyi mindent éltem át, mint mások 100 év alatt. De nagyon lehet érezni azt is, hogyha valaki messziről jön, és nagyon sok korszakon van már túl. Én is emlékszem a korábbi testetöltéseimre, hát nem mindegyikre, de szerintem ez a zsigereinkben él. Nagyon sok mindent hozunk régről. És szerintem ez a fajta fáradtság, amit az ember érez, vagy például amit én érzek, ez mindenképpen onnan ered. Nyilván mondhatnák azt, hogy 40 évesen miért és hogyan fáradt el ennyire az ember, de ahogyan mondtam, szerintem nagyon számít az, hogy ki hogyan él, hogy ki hogyan tölti ki vagy meg az évtizedeit, és az is nagyon fontos, hogy korábban miket éltünk át, hogy milyen helyzetekben, hogy szituációkba tettük magunkat önként. Mert szerintem az ember, mint olyan, nagyon sok helyzetben saját magát kényszeríti azért, hogy tanuljon, fejlődjön, és hogy kipróbálja azt, hogy mennyit bír. Hát én is ilyen ember vagyok, és gyerekkorom óta tudom, hogy nem lesz ez egy könnyű menet, és nagyon sok olyan helyzetet fogok átélni, vagy mondjuk úgy, hogy nagyon sok olyan szituációt írtam saját magam számára, köztük rengeteg nehézséget, akadályt, amelyeket meg kellett, vagy meg akartam ugorni, mert fontos volt az, hogy kihozzam magamból a tudást és a gyakorlatiasságot. Szerintem gyakorlat nélkül nem hiteles az ember, és én úgy gondolom, hogy az egész életünk, vagy legalábbis ez a fizikai válfaja, ez gyakorlatok sorozata, vagyis stációk tömkelege. De szerintem ezt majdnem mindegyik anyagban megemlítem. Nagyon jó lenne, hogyha visszaadnánk azokat az energiákat, és hát igazából itt főleg azokról beszélek, akik nagyon sokat elvettek már, amelyek azért kellenek, hogy az emberek ne csak túléljék a mindennapokat, hanem kiegyensúlyozottan tudjunk élni. Szerintem mindig a könnyítés a cél. Azért jövünk ide, és azért öltünk fizikai testet, hogy könnyítsünk
ezen a változaton, és hogy szép életet éljünk. Hát ez természetes, ez evidens. De láthatjuk azt, hogy a mai világ, a mai korszak, az nem erről szól. Ugye tudjuk azt, hogy a Kali Yuga időszakát éljük, a démoni világkorszakot, ami a négy világkorszak egyike. Szerintem ez nagyon erős, nagyon nehéz. És ahogyan mondtam, rengeteg energiát veszel tőlünk. Nagyon sokat. Nagyon sokan rengeteg mindent adnak át. Ez azt jelenti, hogy nézzétek meg, hogy milyen a kihasználtság ma. Hogy úgy unblock például a munkavállalókat hogyan használják ki, vagy éppen nem, hát ezt mindenki dönts el maga, és hogy mennyi energiát kell megmozgatni azért, hogy alapszinten az emberek úgymond vegetáljanak. Nem hiszem, hogy új dolgokat fogok pedzegetni, mert ezzel nyilván mindenki tisztában van. Tehát ez nem új dolog. De nagyon fontos, hogy erről beszéljünk, és én mindenképpen szerettem volna egy olyan anyagot, egyébként már hónapok óta tervezem ezt, amiben arról beszélek, vagy ami arról szól, hogy hát egyrészt hogyan lehetne ezen változtatni, másrészt ugye meg nagyon fontos szerintem, hogy felvázoljuk az itteni és mostani problémákat, egyrészt, másrészt pedig, hogy dokumentáljunk. Tehát ezek az előadások, anyagok azért jók, mert dokumentálva van egy út. És ugye én mindig elmondom azt, hogy mi a helyzet a világban, tehát adok egy átfogó képet, és nagyon sok mindent vizsgálok meg egyszerre. Tehát ugye itt nem csak arról van szó, hogy én hogyan élem át ezt a korszakot, és mondjuk ebben az országban, hanem arról is beszélek mindig, hogy úgy unblock az emberek hogyan érzik magukat, hogy én mit tapasztalok, hogy én kikkel beszélgetek, és milyen konzekvenciákat vonok le. És akkor így összeáll egy kerek egész. Nagyon fontos szerintem, hogy az ember kitekintsen, és ne csak a saját házatáján kapirgáljon, főleg ma, hiszen, ahogyan mondtam, nagyon erős ez a korszak. És nyilván, akik olyan szellemiséggel jönnek, hogy nem csak azért vannak itt, hogy a saját malmukra hajtsák a vizet, és hogy élvezkedjenek, és kényelemben legyenek, ők valószínű, hogy meg fogják azt is nézni, hogy például mi van peremvidéken. Én nagyon sokat forgattam, fotóztam, interjúztam peremvidékeken évekig. Emellett ugye tanultam társadalomtudományt is, tehát van rálátásom és kitekintésem erre az egész ügyre, és látom azt, hogy mi van itt, mi folyik itt, de egyébként szerintem nem kell már a peremvidékre elmenni, elutazni, mert ha az ember belemegy a sűrűjébe, vagy azt is mondhatnám, ha csak kilépünk az utcára, már szerintem akkor nyilvánvalóvá válik az, hogy mi az, ami itt fellelhető. Én egyébként szoktam olyan emberekkel is levelezni, mert megkeresnek, akik külföldön élnek, tehát külföldön élő magyarokkal is konzultálok. Megmondom őszintén, hogy minden nap van egy-egy bejelentkező. Hát érzem és látom a különbséget a tekintetben, hogy ők talán nem annyira fásultak és fáradtak. Hát abban az esetben nem, ha már mondjuk 10 vagy 20 éve elmentek innen. De akik itt maradtak, és ez igaz mondjuk az én korosztályomra is, és hát azért valljuk be őszintén, hogy azért mi nem vagyunk még öregek, vagy annyira öregek, tehát ez a 40-es korosztály, mondjuk a 40 és az 50 közöttiekről beszélek, vagy még akár az 50 felettieket is ide vehetjük, szóval hogy ez a generáció rettenetesen megtört. Én ezt látom. De természetesen ez a fiatalabbakra is igaz lehet, és az idősebb korosztályra is. Szóval, hogy van egyfajta ilyen fásultság az emberekben, és szerintem lemondás is. Nagyon sok lemondással élünk. Nagyon sok mindenről lemondtunk, de főleg a boldogságról. És szerintem ez nagyon nagy baj, mert nem így kellene élni. Ez nagyon szorosan összefügg a mai anyaggal, mert hogyha az emberből rengeteg energiát elszívnak, leszívnak, akkor egy idő után szerintem boldogtalanná válik, és nem látja a kiutat. Én megmondom őszintén, hogy én nem igazán látom itt a kiutat már, noha mondjuk 10 évvel ezelőtt még nagyon bíztam abban, hogy
megtalálom itt azokat a helyeket, fórumokat, lehetőségeket, amelyek valamilyen szempontból az embert előre tudják lendíteni, de hát én azt látom, hogy ez itt nem igazán van. Nyilván be kellene állni egy olyan sorba, amire nem azt mondom, hogy nem képes az ember, hanem azt, hogy egyszerűen nem engedi meg a tükörkép. Szóval, hogy nem jó az, hogyha az ember kialakít egy személyiséget, hogyha leteszi valamire a voksát, és azt mondjuk szembe köpi. Én mondjuk nem szeretném szembe köpni a saját tükörképemet, éppen ezért nem állok be a sorba, ha tetszik, ha nem. És nyilván ilyenkor az embernek nagyon sok lemondással kell élnie, bár megmondom őszintén, hogy én ezt megszoktam már, tehát én nagyon profi vagyok már a lemondásban. Azt is mondhatnám, hogy a lemondás művésze vagyok, vagy művészi szinten tudom ezt már gyakorolni, mert rájöttem arra, hogy ezt másképp nem lehet. Másképpen nem lehet itt meglenni, csak úgy, ha az ember nap mint nap átad valamit magából. De egyébként én nem csak arra gondolok, hogy fizikai dolgokat kell átadni, tárgyakat, vagy hogy nagyon szerényen kell élni. Át kell adni a jóságot, a szeretetet, a humánumot, és mindazt, amit az ember az elmúlt 20-30-40 év alatt tanult, kinek amennyi. Nagyon nagy szükség van ma arra, hogy pozitív energiával lássuk el egymást, mert hogy nincs, mert kiveszett, illetve van, de elvétve. És mint tűt a szénakazalban, úgy kell keresni a jóságot, a szeretetet, az együttműködést, az összefogást. Én úgy látom, hogy ez nem tud működni, főleg nálunk, sajnos, nem tud működni abszolút te az összefogás. És ez rettenetesen szomorú. És igen, az ember eljut oda egy idő után, hogy feladja azt a fajta küzdelmet, hogy kialakítson egy nagyobb közösséget, és hogy arra várjon, illetve rosszul fogalmazok, mert mi nem várunk, hanem hogy azért tegyünk, cselekedjünk, hogy itt nagyon sok ember együttműködjön. Szerintem ez itt nem tud működni, nem tud létrejönni, nekem ez a tapasztalatom. Nagyon érdekes, mert nekem teljesen lecserélődött az ismerősi köröm, amióta ezt a munkát végzem. Rájöttem arra tulajdonképpen, hogy akik eddig voltak, ők hamisak voltak, és nagyon sok szempontból nem mondtak igazat. Ez úgy bukott ki, hogy amikor elkezdtem társadalmi témájú anyagokkal foglalkozni, és ugye én most már a saját gondolataimat közlöm évek óta, akkor teljesen így elálltak ettől a dologtól, és hát az mondjuk hagyján, hogy nem, egyáltalán nem támogatnak sem egy megosztásra, sem semmivel, tehát teljesen homokba dugják a fejüket, hanem itt arról is szó van, hogy én azt látom, hogy akik mondjuk így tenni akarnak, és valamiféle, hát mondjuk úgy, hogy pozitív energiát szeretnének itt megmozgatni, hogy akarják az összefogást, a jót, őket abszolút te kinézik innen. De hát én mondjuk ezzel nem foglalkozom, mert ahogy mondtam, vannak helyettük újak, és felépítettem egy teljesen újfajta életet, mondjuk így, vagy egy olyan közeget, egy olyan kis szellemi birodalmat, amelynek már teljesen más és új tagjai vannak. Ahogy mondtam, több száz ember keresett meg az elmúlt 1-2 év alatt, és minden nap van valaki, aki szeretne velem leülni, beszélgetni, vagy csak üzenetben váltunk néhány mondatot, vagy nagyon sokat, vagy telefonon, és látom azt, hogy igenis van arra igény, hogy az ember változtasson, jót adjon, hogy cselekedjen, és hogy átfordítsuk ezt az egész milliót a rendbe. Én azt látom, hogy mindenki keres valamiféle menedéket, bárkát, ahol meg tudna nyugodni, de ugye ez a földön szerintem egyre nehezebben elérhető. Ezt magunkban kell kialakítani egyébként, mert más nem fogja helyettünk. Egy ilyen nagyon szilárd, erős várat kell kiépíteni magunkban, vagy azt is mondhatnám, hogy az a fontos, hogy mi legyünk azok. Meg hát kapaszkodni kell, mondjuk az Istenbe, ami, vagy aki egy nagyon jó segítő,
támogató, mert hogy más szerintem nem igazán van. Az, hogy miért van ilyen nagymértékű energiarablás a Földön, ugye erről is szoktunk beszélgetni nagyon sokat. Hát szerintem azért, mert kapzsi a társadalom, mint olyan. Természetesen nem mindenki, de azt lehet látni, hogy azért a 80-as évekhez képest nagyon nagy a kontraszt, a váltás. Felütötték a fejüket olyan emberek, vagy olyan szemléletek, amelyek arról szólnak, hogy minél többet halmozzanak föl, és hogy már a milliárd sem elég. Egy egységgel nagyon kevés ember tud megelégedni. A pazarlás az olyan méreteket öltött szerintem, amilyen még soha nem volt a Földön. Tehát nyugodtan kijelenthetjük, hogy tényleg a Kali Yugában élünk, a démoni korszakban, amikor semmi más nem számít, csak az, hogy totálisan kizsigereljék a Földet, és rajta mindenkit, minden élőlényt és szervezetet, aki és ami itt fellelhető. És hát én úgy gondolom, hogy ezt nem mindenki bírja. Nagyon sokan feladják a küzdelmet, iszonyatosan sok energiát kell megmozgatni azért, hogy az ember eljusson A-ból B-be, vagy hogy egyáltalán egy-egy napot kipipáljon. Ezt én magamon is érzem. Nekem például nagyon sok erőt ad a zene. A zene fantasztikusan csodálatos jó energia, feltölt, mindenképpen táplál. Nagyon sokszor hallgatok zenét, az anyagok előtt is, utána, közben, mikor írok, egész nap, mert valamiféle mankó, és ahogyan mondtam, nagyon táplál, feltölt. Hát energia, energiát ad, erő. Sokkal bizakodóbbak lennének az emberek, ha látnák a munkájuk eredményét, azt, hogy mi lesz holnap, vagy holnap után, de ugye idáig ma már nem látunk el. Mondjuk a 80-as években még szerintem, vagy a 70-es években, vagy a 90-es években még ez megvolt, és tudtunk tervezni. Ma szerintem azt sem tudjuk, hogy mi lesz mondjuk egy hónap múlva, de lehet, hogy az sem, hogy mi lesz egy óra múlva. Mert annyira gyorsan változnak bizonyos dolgok, de én azt látom, hogy nem minden esetben jó irányba. És ahogyan mondtam, nagyon nehéz találni egy olyan biztos pontot, ami az ember számára a hitet jelenthetné. Az, hogy ennyire kizsigerelték az embereket, és hogy tulajdonképpen mindent, vagy majdnem mindent elvettek, szerintem ez rettenetesen nagy csalódást okoz mindannyiunkban, vagy nagyon sok emberben. Szóval, hogy szerintem nagyon sokan csalódtak ebben az átállásban, és ugye tudjuk nagyon jól, hogy mennyien mennek és mentek el külföldre a jobb élet reményében, és én tudom, hogy nem csak azért mennek el, hogy anyagilag jobban legyenek, éljenek, hanem hogy mentálisan is. Hát nagyon nehéz egy olyan országban élni, vagy egy olyan helyen, és most teljesen mindegy, hogy melyikről beszélünk, beszélhetünk általánosságban is, ahol nincs megbecsültség, ahol nincs szeretet, ahol nincs elismerés, ahol tulajdonképpen csak azt látjuk, hogy elvesznek, hogy mindent magukénak akarnak tudni, és hogy már semmi nem elég. Tehát, hogy semmi nem elég. És ez szerintem erre a mai korszakra rettenetesen jellemző a telhetetlenség. Hogy nem tudsz annyit adni, amennyi jó lenne, vagy amennyi elég lenne. És az ember folyamatosan csak ad. De kérdezzük meg magunktól, hogy mi mit kapunk, vagy hogy kapunk-e egyáltalán. Nyilván úgy vezettem be ezt a mai anyagot, hogy vannak, akik folyamatosan csak adnak, és ez nagyon szép dolog, de hát valamiből nekik is táplálkozniuk kellene. Miből tudunk táplálkozni vajon? A hitünkből? Van-e még hitünk? Vagy egyáltalán miben hisz az ember? Miben hisz a magyar? Amikor nem látjuk a jövőt. Én például nem látom itt a jövőmet, és nagyon gyakran megkérdezem magamtól, hogy meddig még? Hogy az ember meddig várjon még? Vagy egyszerűen kell egy erős löket, egy párfordulás, amikor azt mondja az ember, hogy jó, oké, hát mondjuk 40 évesen még
el lehet indulni, sőt, hát még nyilván később is, és új életet lehet kezdeni valahol. Persze, ez nyilvánvaló, ez természetes, ezt meg lehet tenni. De hogy milyen lelkületű az ember? Miért pont itt él? És hogy miért alakult ez ki? Vagy hogy egyáltalán miért hagytuk azt, hogy idáig fajuljanak a dolgok? Én ezt nagyon sokat, vagy sokszor megkérdezem magamtól, hogy miért hagyjuk, hogy ez így legyen? Miért hagyjuk azt, hogy ennyire kizsigereljenek minket, és hogy tulajdonképpen teljesen a talajjal tegyenek egyenlővé. És ahogyan mondtam, ez nem csak anyagilag igaz, hanem érzelmileg is. Nagyon-nagyon erősnek kell lenni ahhoz, hogy az ember itt jól tudjon lenni, működni. Több olyan embert ismerek, akik gyárakban dolgoznak. Mondhatnám azt is, hogy az ismerőseim 80%-a, és úgy éli az életét, hogy napi 12 órában mondjuk kapcsokat rakosgat össze, vagy szerelget, vagy teszi egyik fakból a másikba, és állnak a futószalag mellett, és letelik a 12 óra, és hazamennek, mert megkapják azt a fizetést, amiből talán egy kicsit jobban tudnak lenni, mint az étel és a lakhatás. De valljuk be őszintén, hogy ma nagyon jellemző az ránk, hogy így élünk, hogy csak eddig terjed. Aki ezt nem tudja feldolgozni saját magában, szerintem ő elveszik. Az a nagyon fontos ebben a történetben szerintem, hogy az ember ne hibáztassa saját magát, hanem tudja azt, legyen tisztában azzal, hogy ez most egy ilyen korszak. És az, hogy ideig fajultak a dolgok, ez nem az úgymond kis emberek hibája, bár én nem szeretem ezt a szót, mert szerintem nincs olyan, hogy kis ember, és nincs olyan, hogy nagy ember, ember van, mindenki ember, nagy E-vel, tehát mindenki nagybetűs ember, és nem lenne szabad különbséget tenni, hiszen mindenki munkája fontos, mindenkinek az energiája. Most gondoljátok el azt, hogy azok az emberek, akik napi 12 órát, vagy akár 14 órát dolgoznak, ők mennyi energiát adnak át magukból. És hogyha veszünk egy egész gyárat, akkor ott mennyi munka, energia, erő adódik össze. És akkor tovább mehetünk, és megnézhetjük azt, hogy mondjuk azok a bérek vagy fizetések, vagy ahogyan élnek nagyon sokan, hogy az egyenesen arányos-e az átadott energiával, vagy ez sokkal több az az energia, amit mi emberek átadunk magunkból, mint az, amit viszonzásért kapunk cserébe. Hát most én nem akarok vitát nyitni, természetesen ezt szintén mindenki gondolja át, hogy ez hogyan van, és hogy vajon megéri-e az egész életünket arra áldozni, hogy valakinek termelünk, termelünk, termelünk minden egyes nap, és átadjuk azt a szent energiát, amit a Jóistentől kaptunk ajándékba, és olyan dolgokra fordítjuk, amiből már van elég. Mert úgy gondolom, hogy kapcsokból van elég, úgy gondolom, hogy mobiltelefonokkal már elárasztották a földet, és minden olyan kütyűvel, amire abszolút, de nem lenne már szükség, legalábbis nem ennyire. És természetesen sorolhatnám még azt a nagyon sok árucikket, amit ontanak magukból. Látjuk azt, hogy mennyire elárasztották a földet, hogy mennyi szemetet termel az emberiség, mint olyan. Tulajdonképpen mondhatjuk azt, hogy már majdnem belefulladtunk ebbe az egészbe, de én úgy látom, hogy nincs megállás, és hogy ez egyre rosszabb. Egyre több mindent akar az ember, egyre inkább felhalmoz. Nem értem például, én minimális eszközökkel is lazán el tudok működni 10-20 évig, vagy akár az egész életemet is le tudom így élni, nekem nem hiányzik például semmilyen felesleges dolog. De hát ugye sajnos nem mindenki így gondolkodik. Van egy nagyon rossz szemlélet a Földön, ami kialakult, főleg szerintem nálunk. Egy hibás kód, ami nagyon sok emberben zsigerileg benne él. Ez pedig nem más, mint az anyagi gyarapodás, a túlzás, a pazarlás és a bekebelezés. Nagyon sokan bekebeleznek mindent, ami itt fellelhető, és csak dagadnak és dagadnak, de már nincs hova. Nincs hova, és én úgy gondolom, hogy előbb-utóbb el kell jönnie egy olyan pontnak, amikor nincs tovább, ami már
a vége, ami a megáll. De hogy mikor jön ez el? Hát ez jó kérdés. Szerintem itt ilyen egyéni stoppok is vannak, egyéni leállítások, de van globális is. Muszáj, hogy legyen, mert hogy tovább szerintem ezt már nem lehet fenntartani, és hát természetesen erről nem csak én beszélek, hanem rengetegen. Nézzétek meg, hogy mennyi híres ember szólal föl, mennyien állnak egy olyan ügy mellé, ami sokkal humánusabb, mértéktartóbb, mert szerintem a mértéktartás lenne itt a legfontosabb. De hát ugye ez nincs. Nincs mértéktartás, és ezáltal értéktartás sincs, hanem értékválság van. Szóval nem mindegy, hogy az ember hova teszi az energiáját, hogy hova összpontosítja, hogy kinek adja át, hogy milyen célt szolgál. Hogy te mit szolgálsz? Szolgálod-e a rendet, vagy szolgálod a rendezetlenséget? Szolgálod az acsarkodást, vagy szolgálod a békét? Te miért kelsz fel minden egyes nap? Azért, hogy adj, vagy azért, hogy elvegyél? Azért, hogy áramoltass, vagy azért, hogy szerezd és birtokolj? Olyan dolgokat, amiből szerintem már több is van mondjuk a szekrényedben. Hát nézzünk körül. Nézzünk körül, és nézzük meg azt, hogy mennyi mindent halmozott fel már az emberiség, és hogy szerintem ennek a negyede is bőven elég lenne, de az is lehet, hogy a 10%-a is. Nagyon sok energiát ad át az emberiség a mulandóba, vagy a mulandó dolgoknak, és ezért, vagy ezáltal mulandóságot is generál. Ezért nem boldog szerintem a mai kor embere, mert mulandót gyárt, és ebben nem találja meg a szilárdságot, ebben nincs öröm. A termelés, mint olyan, az újabb és újabb feladatokat szül, és azt, hogy az ember újra meg újra kielégítse a vágyait, kielégítse a pénzszerzési érzékletét, és azt, hogy minden egyes hónapban megkapja azt, amivel aztán újabb és újabb termékeket vásárol, amelyeket elfogyaszt, és amelyeket újra és újra kell tölteni. Tehát én itt nem látok megállást, ennek a dolognak soha nincs vége. Szerintem az állandóság és a szilárdság az teljesen más dologban van, nem az anyagi világban. De hát ugye mi anyagi világban élünk, fizikumban, ami rengeteg energiát vesz el tőlünk, de ez is csak addig igaz, amíg hagyjuk. Ha az ember ezt minimálisra csökkenti, akkor szerintem az energiáját máshova helyezheti, akkor táplálhatja a rendet, egy olyan szilárd és biztos pontot, ami megáll, ami örök. Szerintem ez sokkal fontosabb lenne. De nyilván nagyon sokan ezt nem látják, és nagyon elvakult a mai szemlélet, sajnos, és nagyon sok embert nem lehet kirángatni abból, hogy minden héten elmenjem plázázni, bevásárolni, hogy a 60 centis tévét kicserélje, nem tudom én, többszörösére. Fogalmam sincs egyébként, hogy már hány centis plazma tévék vannak, mivel nekem nincs. Én nem is nézek televíziót, és egyáltalán nem érdekel ez a dolog, de tudjátok, hogy miről beszélek. Szóval már nincs olyan nagy tévé, amit még az emberek ne találtak volna föl. Én mindig azt szoktam kérdezni, hogy hát ezeket a, bocsánat a kifejezésért, de ezeket az ócska műsorokat a kicsi tévén is lehet látni. Azért minek a nagy? De hát nyilván nem mindenki gondolkodik így. Ebbe beleölik az energiájukat, a mulandóságba, a hiába valóságba, mert ezek hiába valóságok. Hát szerintem nagyon sokan így el is vesznek. Mert ezzel semmi mást nem szolgál, csak ezt. Az elveszettséget, és ugye nagyon sokan nem tudnak feltöltődni, mert elvész az energia valahová, amiből mások ugye meggazdagodnak, birodalmakat építenek, hát tulajdonképpen ez is mind a mi energiánkból van. Mert az ember ma már csak munkaerő. Tehát én szerintem senkire nem tekintenek már úgy a mai világban, hogy mi nagybetűs emberek vagyunk, ugye, amit az elején említettem, hanem úgy, hogy mi vagyunk a munkaerő, amit kölcsönözni kell. Hát most gondoljátok el, minket kölcsönöznek. Hát mondjuk engem nem, de aki beáll a sorba, őket igen. Kölcsönzik
az erőnket, az energiánkat, vagy mondjuk úgy, hogy minket, a lényegiségünket, a lényünket. Szóval, hogy felhasználják az emberek lényét, lelkét azért, hogy még nagyobb birodalmakat építsenek, hát sajnálatos tény, de én ezzel igazából nem is tudok mit kezdeni, ezzel nem tudok azonosulni, és annyira távol áll tőlem ez az egész szemlélet, mint Makó Jeruzsálemtől, tehát abszolút nekem ez olyan gyermeki. Nagyon sok ilyen gyermekbetegség van a Földön, nagyon avit ez a rendszer, maga a szemlélet, ami itt folyik, nagyon messze áll az igazságtól, a mesteri szinttől, a szellemiségtől, mindentől. Nagyon elfordultunk a rendtől, kiestünk a pixisből, mindenből, ami jó, ami békés, ami szép, ami igaz, ami magasztos. Magasztosság szerintem már nagyon nincs is a Földön. Hát számomra magasztos a természet, a fény, a napsütés, az ég, az Isten, a világ, a béke, a csend, a nyugalom, a barátság, a testvériség, de ugye ezt nagyon nehéz ma megteremteni. Hát érdemes egy ilyen magasabb vagy fontosabb szellemi rendben hinni, bízni, mert akkor talán az ember nem veszik el. És én úgy gondolom, hogy akkor nem is adunk át olyan sok energiát magunkból, mert más táplálunk. Tápláljuk a fényt, tápláljuk a megmenekülést. Azt, hogy ezt el tudjuk érni, hogy hazataláljunk az őshazába, ami a nirvána, szerintem, és újra fel tudjuk építeni, ami büszke otthonunkat. Mert szerintem nagyon sokan arra vágynak, hogy újra büszke nép legyen a magyar, meg úgy ámblok mindenki, az egész föld, és újra szépen tudjunk élni kiegyensúlyozottan. Nagyon sok mindenben lehet bízni, hinni, lehet bízni egy másik emberben, lehet hinni, vagy bízni Istenben, lehet hinni, vagy bízni a világban, abban, hogy jobb lesz, hogy hát, ha egyszer kiderül a fény, és mindannyiunkat bevilágít, és eljön az a bizonyos pálfordulás, és végre hazaérünk az aranykorba. Hát én is ezért dolgozom, nagyon régóta, ezért cselekszem, sok-sok éve, vagy azt is mondhatnám, hogy néhány évtizede, mert számomra is az a fontos, hogy az embert embernek tekintsék, hogy legyen egyfajta biztonság, otthon, menedék a Földön. Hát jó lenne már ideig eljutni, jó lenne ezt megteremteni, de nagyon sokan tehetünk azért, hogy a személyes energiánkkal építsük a rendet. Szerintem így lehet felépíteni a rendet. A személyes pozitív energetikánkkal, ami ha összeadódik, akkor az meg tud szilárdulni, és szerintem az hozza a létre magát az aranykort. De ugye oda csak azok fognak tudni belépni, akik ilyen magas rezgés szinten rendelkeznek, mert tanultak, mert fejlődtek, mert változtak, mert akartak. Ők fognak tudni megállni ott, egy szilárd pontban, a dobogón, magán, és aki ugye nem emelte a rezgés szintjét, ő szerintem nem fog tudni bekerülni oda. Sőt, hát én ebben 100%-osan biztos vagyok. Hát ugye ezért érdemes tágítani például a tudatunkon is, sokkal magasabb szintre érni, lépni, fejlődni. Szerintem aki már tudatos, őt nem nagyon lehet manipulálni, és nem nagyon lehet az energiáját leszedni. Ez ugye mindig tőlünk függ, hogy mi a személyes energiánkat hova küldjük, hova adjuk el. Hát ugye vannak, akik eladják, de vannak, akik megtartják, és másoknak adják át egy olyan helyre, ami a világjavát szolgálja. Mondjuk a békét, a békességet, és nem a mondjuk a tömegtermelést. Hát lehet választani a kettő között. Így is meg lehet egyébként élni, ugye nagyon sokan kérdezik, hogy így hogy lehet megélni, hát így. Lejjebb kell tenni nagyon sok mindent, vagy le kell tenni olyan dolgokat, amelyekről nagyon sokan azt hiszik, hogy kellenek, fontosak, nem fontosak, egyáltalán nem fontos. Fontos az, hogy az ember cselekedjen, és hogy építse a rendet, az a fontos. És az, hogy ezt milyen minimális eszközökkel tesszük, az tök nem lényeges. A rendet a legegyszerűbb eszközzel is lehet építeni, létrehozni, sőt, én úgy gondolom, hogy ehhez
mi kellünk, a mi benső magunk, és nem kell az a kirakat világ, ami ma van, sőt, hát ugye, hát kinek mi a fontos, ki mit szeretne megmutatni, önmagát, vagy valami mást. Szolga, rabszolga, vagy szolgáló ezen a földön, az sem mindegy. A szeretet szolgálói vagyunk-e, vagy pedig kiszolgáljuk-e azt a rendszert, vagy azt is mondhatnám, hogy azt a rendezetlenséget, ami egyébként szerintem hát már nem fog olyan sokáig tartani. Vagy legalábbis bízom benne, hogy be fog dőlni, mert nem fogja elbírni a fényt. És azt a sok jóságot, és azt a sok pozitívumot, amit mi fogunk összeadni az energiánkkal. És tök jó lesz már egy ilyen világban élni. Én már nagyon vágyom rá, jó lesz benne lenni, fürdőzni, hazaérni, és hasonló szemléletű emberekkel lenni. Egyébként ugye ma nagyon erős a széthúzás, pontosan azért. Én azt érzem, hogy totálisan így ketté szakadt ez az egész, és vannak, akik még mindig azokat a régi beidegződéseket követik, és vannak, akik már átálltak ide, amiről ugye én is beszélek, és hát vannak, akik még ingadoznak, de hát nyilván azt gondolom, hogy nagyon sok embernek a jó, és nem a rossz. Nem akartam csúnyabb szót mondani. De hát ugye ezért tenni kell azért, hogy az ember az energiáját átadja egy sokkal nemesebb célnak, amiben aztán ő is ugyanúgy beletartozhat. Tehát, hogy ez a fajta szemlélet, ez ugye mindenkiről szól, másokért is tesz, nem önmagunkért, nem csak a saját malmunkra hajtjuk a vizet, hanem hajtjuk mindenkiére, vagy hajtjuk azokéra, akik szeretnék, és akiknek erre szükségük van. Hát ugye ezt is nézni kellene a mai világban, hogy kinek van szüksége segítségre. Ezt kell nézni, mert ez a feladatunk, ezért jöttünk ide. És ebbe kell az energiát belefektetni, ahhoz, hogy megmenthető legyen ez a föld. Jó lenne, hogyha nem energia rablás lenne a földön, hanem kiegyenlítődne az a nagyon sok erő, ami itt van, és egyenlő energia elosztás élne. Szerintem meg lehetne teremteni, de ehhez intelligencia kellene, és empátia. Hát nem tudom, hogy mennyi empátia van az emberekben ma. Hát vannak, akikben van, és olyanok is, akikben ez abszolút nem lelhető föl. És nem is törekszenek arra, hogy legyen, mert nekik az a fontos, hogy meglegyen a 20. autójuk is, mert már a 19 sem elég. Hát igen. Hát igen, ők elveszettek, szerintem mindenképpen nagyon el vannak veszve. Valami olyan dolgot hajtanak, ami... Egyébként én mindig azon gondolkodom, hogy mi lesz akkor, hogyha bedől ez az egész anyagi rendszer, mert befog, hogy akkor ők mit fognak kezdeni magukkal. Amikor lesz egy teljesen új fajta ilyen érték, és átfordulunk, és mondjuk a szellemi értékek, kincsek lesznek a porondom, vagy a piramis csúcsán, vagy olyan szemléletek, és az az erő, energia, amiről ugye beszélek, és az anyag, mint olyan, a fizikai világ az így teljesen leamortizálódik, hogy akkor mibe fognak ők kapaszkodni, ha mondjuk majd hamarosan a pénzt is újra söpörni fogják az utcákon. Hogy akkor mibe kapaszkodik az ember, mint olyan. Mert az önvalójukat ők nem ismerik, sajnos. Mert ugye nem ebbe tették az energiát. Tehát, hogy mibe kapaszkodnak, ha minden, ami mulandó, valóban el fog múlni, és nem lesz látható, nyilvánvaló. Hát ez ugye nagyon érdekes. Hát ezért érdemes szerintem megtanulni hinni, nagyon erősen, mert a hit épít. Az maga az építőkő. És át kell menni egy hosszú úton, pálforduláson, ahhoz, hogy az ember, hogy ilyenné váljon, szemléletben is, és felépítse azt az új érát, területet, korszakot, ami törvényszerűen itt áll. És a rendelkezésünkre áll, és van. Csak nekünk kell elérni végre oda. Nekem mindig furcsa, hogy ilyen dolgokról beszélni kell. Én azt gondoltam, hogy ez természetes, és én már gyerekkoromban is így voltam ezzel. És nagyon furcsán álltam azelőtt, a tény előtt, hogy itt milyen rablás folyik, és egyébként érzelmeket is lehet rabolni, sőt figyelmet is, mert a figyelem is energia, és hát szerintem az emberek figyelmét nagyon elveszik a reklámok, a manipulációk,
azok az értéktelen műsorok, a média, hát a média az gyilkos, az rettenetes, de nem az a fajta média, amit itt lehet hallani, amit a Békés magazinnal viszek, hanem az a fajta média, ami átállt sajnos egy másik oldalra, a profit kedvéért. De hát mi a profit? Profit a szeretet, a jóság, de semmiképpen sem az, amit ma művelnek. Én úgy látom, hogy teljesen elszabadult a pokol, olyan menthetetlen ez az egész. Ma már mindent szabad, mindent lehet, bármit meg lehet tenni bárkivel, nincsenek határok, felügyelet, teljesen rendezetlenné vált minden. Olyan kusza az egész, és nagyon barátságtalan. De ha a figyelmünket máshova irányítjuk, a rend felé, az Isten felé, a jóság felé, akkor szerintem önmagunkban megtalálhatjuk a békét, és nem akarunk már annyit, nem leszünk kabzsik, megelégszünk az eggyel, és ez lesz maga a haza, meg egyébként szerintem a szabadság is. Ilyenkor az ember nagyon szabaddá válik, amikor megelégszik az eggyel. Hát nem abban van a szabadság, hogy minél többet és többet veszek, vagy hogy bármit levetek a polcról, az nem szabadság, az függés. Az okozza a legnagyobb függést. És az, hogy az ember csak azért megy el mondjuk gürizni valahova, minden nap, minden órában, minden hónapban, hogy megkapja a 120 ezer forintját, és mi, hogy minden hónapban megkapja azt az összeget azért, hogy minden hónapban megvegye ugyanazt, amit eddig is, és ami nem kell. Mert ezek a dolgok nem kellenek, szerintem. Egyáltalán nem kellenek. Hát kellene valami más, ami ugye nem nagyon van, de hát pontosan ezért olyan nagy a szükség ma, és ezért van az, hogy annyira fáradtak az emberek, mert a szeretet energiáját, mint olyat, azt nem igazán mozgatjuk meg. Valami más megmozgatnak, de kitörődik azzal, hogy minden nap szeretetet adjon át magából, energiát, pozitív energiát, hogy töltse a többieket, akár gondolatokkal, akár pozitív érzésekkel, hittel, reménnyel. Hát hol kapunk ilyet? Hát remélem, hogy ez a program, amit viszek 10 éve, ez lehet egy ilyen oázis, nyilván ezért hoztam létre, és ezért nem álltam be a média démoni sorába. Mert beállhattam volna, de én nem tettem ezt meg, mert én nem akarom eladni ezeket az éltető elemeket egy olyan helyre, vagy több olyan helyre, ahol ezt kihasználják, és rossz dolgokra fordítják. Mert ebből már van elég. És jó lenne, hogyha azok is felismernék ezt a tényt, akik már így eladták magukat, vagy éppen azon gondolkodnak, hogy hova álljanak. Hát ha szeretnétek jót, akkor jót kell tenni. Ha negatívumot mozgattok meg, negatívat fogtok visszakapni, mert minden visszahat. Minden visszajön. Mindennek van következménye. Hát nincs olyan, hogy nincs. A Földön bumerang effektus van, ez azt jelenti, hogy következmény nélkül itt nem létezik semmi. Legyen az a címe ennek az anyagnak, hogy energia a Földön. Hogy energiát adtunk át egymásnak a Földön. Szeretettel, és ne az, hogy energiarablás. Hogy összeadtuk a pozitív erőnket, és segítettük egymást, és akkor így újjá tudtunk születni. Itt. Ami nagyon lehetetlen vállalkozásnak tűnik, de hát azért bízzunk benne, hogy ez sikerül, és nyilván én sem dolgoznék annyit itt, sokszor igen nehéz körülmények között, ha én nem hinnék abban, hogy ezt létre lehet hozni. Legyenek ezek is ilyen energia csomagok, és érjék el azokat az embereket, akiket el kell érni, és gondoljuk át ezt az egészet, és töltődjünk föl, és dolgozzunk tovább, tegyünk, cselekedjünk azért, hogy elérjük azt a biztos pontot, ami nem más, mint a világ szeretete. És ezért az egész bolygóé, mert hogy szerintem már ő is nagyon fáradt, nagyon ki van zsigerelve, szerencsétlen már, annyi mindent kiszedtek itt az emberek, ebből az élőhelyből, hogy szerintem már nagyon nincs is mit, és annyira tönkrevágták ezt az egészet, hogy pff, hát szörnyű.
Mintha te kapnál egy gyönyörű játékot, amire több éve vágysz, és akkor megkapod, és utána tönkre vágod. Meg nem tudom én, kiszeded az autóknak a kerekét, vagy letéped a babádnak a lábát, szóval nem értem, hogy mi a perverziója nagyon sok embernek itt, vagy miért van az, hogy a természetet is agyonvágják, hogy miért bántják az állatokat, hogy miért írtják ki az erdőket, és sorolhatnám. Tehát annyi gyermekbetegség van még itt a Földön, hogy az valami őrület. Hát még, vagy már, nem tudom. Mind a kettő igaz, sajnos. Hogy nagyon benne vagyunk a közepében, nagyon benne vagyunk abban a bizonyosban, de tök jó lenne, hogyha már kihúznánk ebből saját magunkat, és lenne egy édeni állapot, egy paradicsomi föld. Biztos, hogy sokkal jobb lenne ott lenni. De valószínű, hogy akkor ezek az előadások sem születtek volna meg, mert nem lett volna, miről beszéljek.